Kedves vendégeim, tisztelettel köszöntöm Önöket a Petőfi 200 emlékép keretén keresztül Petőfi Sándor Mászabol avatásának ünnepségét itt, Bugacpusztázán. Köszöntöm Lezsák Sándor országgyűlési képviselőt, az országgyűlés alelnökét, Lenkei Róbertet, a Bács-Kiskunvár megyei közgyűlés tagját, választókerületi kabinetfőnököt, Kerekes László Zoltán polgármesterről. Képviselőtestület tagjait és minden megjelentet. Kérem a helyi zongorázók klub Erkekin zenekar közreműködésével énekelj fel a himnuszt. Köszönöm szépen! Köszönöm! Az idei esztendő egyik legrangosabb országos eseménye Petőfi Sándor nemzeti hősünk születésének 200. évfordulója. A nemzet költője és forradalmár, aki egyszerűen, de értetlen szólt a magyarokhoz. A márciusi ifjak egyik vezetőjeként vett részt az 1848-as forradalomban, majd ezt követően a szabadságharc csatáiban is részt vállalt. Az ő tiszteletére készült el ez a mászobor, amely itt az Ikászki udvarán állít emléket, megtöltöm meg. Kérem, hallgassuk meg az együttes verses népdalos műsorát. Te látod a ottan a tévi világot? Már hónap alá a bért.
ölében, sírom fölében. Ó, mondd elő halokán tetem Imre, könnyedre borítasz a szent ödelet, s rábírhat-e majdan egy ifjú szerelmet, hogy eldobod érte az élelemet. Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt, fejfámra sötét lomogó lakaszt, épp feljönök érte a síri világon az ég közepén, s oda leviszem azt. Letörleni véle könnyőimet érted, ki könnyeden elfeledni tévedet, s e szívsebeit bekötözni, ki téged még akkor is, ott is, örökre szeret. Sándor országgyűlési képviselő elnök úr által adományozott Petőfi szobor felavatásában. Kicsit én meg vagyok ilyenkor hatolva, amikor ilyen ünnepségen veszek részt. Egyrészt azért, mert mióta polgármester vagyok, elnök úrnak hihetetlenül sokat köszönhetünk. A település fejlődése, amióta nekem kapcsolatom van elnök úrral, valami egészen elképesztő szintet ért el. Nagyon-nagyon rövid idő alatt. Már a polgármesterségem első 5 évében olyan beruházásokat segített nekem Lezsák úr, és persze gondolom csapata is, amelyekkel ez a település ismerté vált, és amely ez a település ki tudott lépni az úgynevezett települések, én úgy hívom mindig, hogy szürke zónájából. Most már ismernek minket, már megállítanak a Kecskemét főterén is, hogy ja, te vagy Bugaszoktáz a polgármestere. Még emlékszem, hogy mikor az első választás után pár hónappal kim voltunk a főtéren a feleségemmel, és ki volt írva a tábla, hogy Bugaszoktáz, akkor megkérdezték, hogy melyik megyében van. Hál' Istennek, most már ez nem így van. Petőfi Sándor már 200 éve mindenkié, és mindjárt tudjuk, hogy minden hazai és külhoni magyar költője. És az én véleményem szerint az egységes magyarság összetevő kapcsolat, és ha már versekről beszélünk, a szerelmesek rózsafája, és hát a szülőföldi nemzeti dal. A Petőfi verség mindenki érti, kicsik nagyok egyaránt. Középiskolás koromban én nem szerettem a verseket, racionálisan, és ugye én a reális tárgyakat szerettem, nem az egyéb tárgyakat, és nem igazán értettem a sokszor bonyolult költői hasonlatokat, és azokat a szókapcsolatokat, amelyeket az irodalom tanárom használt. És ráadásul piszkosul irigykedtem a Kazinczy díjas hugomra, aki sorra nyerte a szavaló versenyeket az egyik legnehezebb költő, Radnóti Miklós verséből. Én meg még azt értettem, hogy kell egy ilyet elszavarni. Én még a kívülről fújtam az anyám tyúkját, na de hát sajnos nem Kazinczy szinten,
És értettem a szerelmes és szabadságjogozító szavait is, abban a világban, ahol a szabadságot így máshogy értelmezték, mint napjainkban, és ahol egy középiskolásnak nem a versek értelmét tanították, hanem annak elemzését, vegyítve az erősen szocialista politikai nézetek belecsempészésével, és én még emlékszem, hogy Petőfi Adi, József Attila akkoriban mind a korai szocializmust építő táborában voltak besorolva, és nagyon kevés olyan bátor tanár volt, aki mert beszélni arról, hogy Petőfi valójában a magyarságot képviseli, és nem a szocialista Magyarországot. Nekem a racionális, én a racionális világban élek, és az ő kérdészete az, ami számomra teljes mértékben érhető volt, és az élet szavaival szólnak. Talán ezzel lehet jellemezni Petőfi teljes életútját, rávetítve a mi racionális és másik oldalon virtuális világunkra. Petőfi Sándor a semmiből jött, és a semmiben tűnt el. Ez egy hihetetlen racionalitás, és a matematikában nincsenek véletlenek. Én azt mondanám, és így zárnám a szavaimat, hogy Isten megtervezte, és nekünk örökre létreadta a lelkét, ami a verségben van. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. Következőkben ismét a zenekar tagjainak a verses kétdalos műsorát hallhatjuk. Várjatok meg! Thank you.
magad, Úrnak, a bizonyság voltáért. Egy-egy imád követ fognék el, mindenki szavaért. Ha királynak születtem volna, letenném koronám. Egy-egy imád követ dobnék el, kezecskét fűznem. Nézett a világba. Nos, hát így vagyok a Petőfi szoborban is.
ez a Petőfi szobor azért az alkotó művésznek nagyon komoly előtanulmányai után készül, nagyon nehéz megfogni azt a pillanatot, hogy hogy ábrázolja, de úgy gondolom, hogy ezt valóban lehet megjeleníteni minden, akár minden településen. És örülök annak, hogy itt a választókerületemben még két olyan. Tűnődtem azon, hogy mikor is beszéljek, hiszen polgármester úr is azért sok mindent említett, köszönöm a gondolatait, és aztán eszembe jutott, hogy ebéd után vagyunk. Talán lehet beszélni arról, hogy egy kis része a személyes életének, hogy mi volt a kedvenc étele Petőfinek. Mit szeretett enni? Nagyon izgalmas tanulmányok születtek erről. Petőfinek szinte minden napját feldolgozták. Kikutatták. Elképesztő, hogy nincs még olyan ember a magyar történelemben, akinek minden napját szinte látható módon tanulók, levelek, írások, újságcikkek segítségével eldolgoztatnak. És ez 26 és fél esztendőt él, elképesztően keveset. 26 és fél év, gondoljunk bele környezetünkben, egy 26 éves és egy életmű hagyott maga után. Mi hallottuk, hogy 1000 vers, 850-et ismerünk ebből, és hány elbeszélés, és dráma, és fordítás, műfordítás, elkezdte Shakespeare-t fordítani, de fordított franciából is, németből. Döbbenetes, 26 és fél éves korában volt időszak, amikor a műfordításból él. És ezen kívül az úti jegyzetek részletesen fantasztikus életnek. És ebből történészek, olyan történészek, egy történészek próbálták elvenni meg, mit evett, Petőfi. Például március 15-én reggel a Pilvax kávéházban. Följegyzés van erről, hogy március 15-én reggel a Pilvax kávéházban. Ugye Jókaival aztán ülekeztek, és ő szikkadt zsemlét, két-hármatos zsemlét már fogadott langyos tejbe. Tehát a reggeljén. Pedig volt ott kukla, volt kalács, volt csokoládé, sok minden, tacitesen minden volt Pilvaxban, de nem volt pénze. Tehát azért nem volt ingyenc Petőfi, nem lehet mondani, de életének egy részében nagyon meg kell nézni, mit eszik, és mennyiért is volt. Nagyon haragudott a kocsmárosokra például, több följegyzés van erről, hogy nem akartak már este tüzet gyújtani, ha megérkeztek, meg olyan árat mondtak, hogy akkor inkább nem. Meg volt olyan is, hogy nem volt semmi a konyhán, megérkeztek egy fogadóba, és akkor a kocsis adott neki egy kis szalonnát, meg kenyeget, meg hagymát, és ez volt a macsogája. Egyébként bár nem volt ingyen, de volt, amit nagyon szeretett. Imádta a túrós tésztát. Nem igazán, többen mondják, egy gasztronómus, tehát étkezéssel foglalkozó szakácsművészek, és édesanyám is szakács volt, tehát volt tudom, más a túrós tészta, és más a túrós csúsza, van, ahol túrós csúszát írnak, túrós tészta, ami azt jelenti, hogy együtt a túrót összekeverték még kipőzés előtt a tésztával, és aztán szaggatták, illetve főzték ki, és úgy adtak hozzá aztán, nem tudom én, tepertőt meg egyedeket. Tehát, hogy túrós tészta. De azt annyira szerette, hogy egyik úti jegyzetbe írja, és hogy azt a túrós tésztát a ülem halatára senki ne találsza, mert az a rónaság, meg a szegelem, meg a franciák, mert kivételes
helyet foglalna az én tudatomban. Nagyon szerettem a különféle ecsenyéket, már nem mindig volt benne része, ecsenye rostélyosan, hagymás rostélyosan, ezt leírja több helyen. Szerettem a fokhagymás kolbászt, ezt meg Szemre Júlia írja bele a naplójából, kiállhatatlan. Egyszer nem bírta, amikor fokhagymás kolbászt edett és ment haza, ugye akkor már házasok voltak. Nagyon szerette, imádta a gulyásleves, sőt sokszor reggelére azt kért, hogy gulyásleves volt lehetősége hozzá. Imádta a deák kenyeret, püspök kenyér, amelyik olyan halálcsak, különféle gyümölcsök, édes gyümölcsök benne, azzal ízesítették az egyik kedvence, és hát a puliszka, a kukorica. Gömbetinnek is, versében is meg több helyet előfordult egy kukorica bombóz, tulajdonképpen, és ezt is kedvence volt. Székely káposzta, amely én sem tudtam, az előtt egyszer készültem a Pönös iskolában Petőfiből, és akkor jöttem el. Székely káposzta az nem a székelyektől származik, de én is ittem, hanem egy Székely József nevű ügyvéd, akivel bementek egy fogadóba, és van-e valami harapkivaló estére, és mondták, hát semmi nincsen, és maradék ilyen káposzta féle meg egy kis pörköl, hát akkor ezt keverjék össze. Így le, Székely Józsefről a Székely káposzta, mások is ezt kérte. Szerette a töltött tojás, ez is kedvence volt, ez is előjön az írásokra, és imádta a tepertős fogácsát, azóta mi is ugye szerettünk. Érdekes, hogy mi volt az utolsó vacsorája. 1849. június 30-án Székely Keresztúrnak a gyárpás kúriában este, késő este bivajfejes és turhos puliszkát evett. Önjegyezték meg, és azért is jegyezték föl, mert a ház kisasszonya, aki készítette, ahhoz írt egy verset, egy hosszú verset, erről a vacsoráról. Nem tudta, hogy másnap aztán mi történik vele. Nos, összefoglalva és az életét is, kicsit összefoglalja az a mondata, amelyik nekem a sors mindig akkor ad kanalat, ha levesen nincs. És viszont ebben benne van, Petőfi élete. Hát ezekkel a gondolatokkal köszöntöm én Petőfi szállásot. Petőfi Sándor. És azzal, hogy köszönöm ezt a fiatalok és hosszabb ideje fiatalok, mert valóban ad egy olyan hangulatot, ami méltó Petőfi Sándor. Isten éltesse Bóhez Pusztánházát! Most pedig elnézést kérek, mi vagy egy kis gond lett a műsorban, ugye mi nekünk még lenne zenénk. Én azt javasolnám, hogy még lejátszanánk a legfontosabb dalokat, és akkor utána következne a szabolatás, mert itt egy kis elcsúszás történt, szerintem elég annyira ideges volt, hogy először csinálj ilyet, hogy hamarabb ki is elvég urat a beszéddel, nyilvánvalóan, hiszen ő sokkal fontosabb, mint mi. Minket még lelőtt a francba, úgyhogy elnézést kérek, de volt egy ilyen valő, mi eljátszanánk, mert a legfontosabb dalokat szeretnénk eljátszani, ami ugye valóban jó lesz? Akkor kezdjük.
Minden hang
Nőinek szavai. Nemzeti dala hallatán, legyen az prózában, vagy megzenésítve. Olyan érzésem támad, mint amikor lelkemet néhány másodpercig összepréseli a meghatottság. A nemzeti öntudatomat a mellkasomban érzem. A magyarságom olyan meghatottan élem meg, hogy torkomból csak néhány másodperc után jön ki hang, melynek gyámoltalansága után erőssé, határozottá válik, és eltölt a boldog magyarságérzés. Az idő most kapcsolódik.
rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés választható. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Szolgaföldben nem jó kapnak. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyarok istenére esküszünk, hogy magyarok rabok tovább nem leszünk. Kényesebb a lánc nálakor, jobban éhesíti a kar. És mi mégis láncot hordunk, ide veled régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink dombolulnak, unokáink lebomulnak, és áldott imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk.
nagyon szépen köszönjük, és akkor átadom ismét a szót Enikőnek, hogy akkor a továbbiakban konferálja az eseményeket. Köszönjük szépen! Lecsák Sándor elnök úr ajándékcsomagokat hozott a műsorban. Még először szobor a Nem. Hagyd magad! A műsorban résztvevő helyi barátokjuk Erdéki Zenekar tagjainak. Megkérem az együttes tagjait, hogy vegyék át elnök úrtól az ajándékcsomagokat. Kérem, fáradjunk ki közösen a mellszobor annak rendezésére.